Augusztus 10-én rendezték a Groupama Garancia Nagy Díj Horváth Boldizsár emlékverseny 2013-as nagyhajós vitorlás megmérettetését 34 indulóhajóval. Az előző napi 40 fokos hőség után a verseny délelőttjén 16,5 Celsius fokot mutatott a hőmérő szakadó eső, viharos szél mellett. Szerintem jól sikerült ez a szél. Éppen szerencsénk van vele. Aki ma elment, biztos, hogy egy jó vitorláz élményt kapott. Hány hajó indult el ma? Hát több mint 35 hajó indult el a hivatalos versenyen, és emellett volt egy céges verseny is 5 hajóval a Groupama Garancia biztosítónak az 5 hajójával. Ők versenyen kívül, de szintén teljesítették a távot. A házi verseny igazi zamatát a legénység biztosította. A Groupama dolgozóból álló hajózó személyzet nagy része életében először járt vitorláson. A Balaton ráadásul ezen a napon nem mindennapi arcával fogadta őket. Az élmény garantált volt, annak miben léte a befogadókon múlott. Elgondolkodok azon, hogy esetleg ezt tovább kellene fejleszteni, és mindenképpen barátokat, ismerősöket megpróbálok úgy toborozni, hogy olyan környezetbe kerüljek, ahol esetleg vitorlázásra lehetőségem lesz. Nem nyilatkozhatok ugye mindenki nevében, mert szubjektív ez az élmény, de azt hiszem, hogy a többségünk azért azt mondta volna, partraszállás után, egy kis ebéd elfogyasztása után, hogy na most még egy pálinka és induljunk vissza. Nagyon jól éreztem magam, először voltam, és nem gondoltam volna, hogy ilyen élményt fog nekem nyújtani. Egy életre szóló élmény volt, és jövök jövőre is. Nagyon jól éreztük magunkat, fantasztikus volt a csapatunk és a kapitányunk is, úgyhogy külön köszönjük neki is azt az élményt, mert nem mindenki vitt volna bennünket szerintem ki ilyen időben. Nagyon jól éreztem magam, életemben először voltam a Balatonon vitorlásra, és jövőre is szívesen jönnék. Gyakorlatilag a csapatjáték nálunk, ami nagyon fontos, és ugye, hogy összedolgoztunk a hajó mindannyian, komoly jó élményekkel ebben a komoly szélbe tudtunk részesülni. Meg lehetett látni, hogy milyen csapatmunkát tud összehozni, olyan erő próba volt mindenki részére egy olyan területen, ahol soha nem volt még senki. A természettel docoltunk, fújt egy kicsit a szél, fáztunk is, áztunk is, de ettől függetlenül nagyon élveztük. Ugye nagyon fontos, hogy a Groupama Garancia biztosító anyacége, a francia Groupama cégcsoport évek óta, nagyon régóta támogatja a vitorlásportot, hiszen ugye az egyik leghíresebb vitorlás versenyző Frank Amas a Groupama saját versenyzője, és ugye nagyon sok földkörüli vitorlásverseny csúcstartója is, ezért nagyon fontos nekünk is, ugye nekünk a tenger a Balaton, tehát nagyon fontos, hogy a Groupama Garancia biztosítónak, mint egy magyar biztosítótársaságnak a balatoni hajózásban részt tudjon vállalni. Amint láttuk, még azok is élvezték a nagyszeres versenyt, akik először jártak egy vitorlás fedélzetén. Hát még az, akinek erről szól az egész élete. Hogy vizsgázott a hajótok ebben a meglehetősen erős szélben és nagy hullámokon? Hát azt kell mondjam, hogy kiválóan. Még így a borulással együtt is, amit a célvonal után sikerült előadnunk. Nagyon, nagyon gyorsan és nagyon jól lehet vele menni erős szélbe, stabilan viszonylag. A hajó így kívülálló szemével ránézésre úgy néz ki, mint egy mini libera, tehát itt tényleg nagyon pici, minimális tőkesúly, és hát meglehetősen intenzív mozgással kell a tőkesúly hiányát és a szélnek mindenféle alattomos lökéseit kivédeni. Hogy tudtátok kívánni ezt a feladatot? Hát azt tudni kell a legénységemről, hogy ők 470-es versenyzők, és profikkal viszonylag könnyű ezt a feladatot megoldani, de azt azért tudni kell erről a hajóról, hogy egy olyan 4-5-ös célig egy teljesen kezdő csapat is el tud vele boldogulni. Hogy jut el valaki odáig, hogy hajótervező legyen, és azon belül is főleg, hogy vitorlás hajótervező? Hát ez nálam a Tihanyban töltött gyerekkori nyarak következménye, ami körülbelül, nem tudom megmondani hány éves korom, de mindig valamilyen úszó vízi járművet építettem egyelőre. Eleinte modelleket, aztán egyre nagyobbakat. Az arcodra van írva, hogy jól érezted magad, ez mondjuk, hogyha 1-100-ig skálázzuk, akkor ezt a mai napos sportértékben hová tennünk? 90. A sportérték 90, az öröm 100%. Déri Attila és kétfős legénység az abszolút első helyen kerülte meg a Palóznak Tihany hajógyári öböl bója 3-ast. Jan Ensley a Strange Boat az abszolút második helyre kormányozta. A 70-es cirkáló Anna az abszolút harmadik helyen úszott célba Fehéri Gábor vezetésével. A Groupama Garancia Nagy Díj Horváth Boldizsár emlékverseny 2013-as házi vetélkedőjét Hegyi Márton és gyakorlottnak nem mondható hétfős legénysége nyerte a Santa Maria fedélzetén.